A Vízvilág napja alkalmából tartottak kreatív napot az Erőv ZRT munkatársai óvodás és iskolás gyerekeknek a vízszolgáltató cég szekszárdi ügyfélfogadó irodájában. A kicsiknek az ivóvízzel kapcsolatos rajzolós játékos feladatokat kellett megoldaniuk. Az őket kísérő szakember szerint a szülőket is könnyebb rávenni a tudatos életmódra, ha arról a gyermekeiktől is rendszeresen hallanak otthon. Ebben a hónapban a Vízvilág napjával foglalkozunk, minden a víz körül forog, ezért látogattunk el most ide, és lehetőséget kaptunk a vízműtől arra, hogy egy kis foglalkozás keretén belül még több ismeretet szerezzünk erről a témáról. Leesik, elfáradok, megint leesik. A kicsik nagyon élvezték a programokat, nem is csoda, hiszen az Erőv munkatársai mindenben segítettek nekik. A mai rendezvényünk az a Vízvilág napja alkalmából tartandó rendezvénysorozatunk része, melynek során kisiskolásokat, óvodásokat, középiskolásokat látunk vendégül, és próbálunk nekik edukatív jelleggel egy pár előadást tartani, hogy minél jobban megismerjék, hogy mi az a víztakarékosság, a vízspórolás, a vízvédelem. Vizeink védelme egyre fontosabbá válik a szélsőségessé váló klimatikus viszonyok miatt. Az ilyen és ehhez hasonló programok segítséggel szolgálnak az emberek számára, ösztönzi őket egy környezettudatos életmódra. Az Erőv szekszárdi ügyfélszolgálatán tartott rendezvényen több helyi óvodából és iskolából is részt vettek az érdeklődők.